Az új ciklus közgyűlésének alakuló ülésén elsőként Pallos István, a helyi választási bizottság elnöke beszámolt a választási eredményekről, felsorolta a közgyűlés 21 tagját. A Fidesz képviselőjeként segítik a közgyűlés munkáját Cserpalkovics András, Békési Ferencné, Brájer Éva, Deák Lajosné, Földi Zoltán, Kovács Zsoltné, Lerner Zsolt, Mészáros Attila, Molnár Tamás, Östör Anna Mária, Patik Ferenc, Rót Péter, Szontagné Kovács Erika és Viza Attila. Független képviselőként Farkas László tevékenykedik, Juhász László a Válasz képviseletében dolgozik. Az ellenzék egy részét összefogó Fehérvárért közösen egyesület színeiben Sándor Barbara és Fazakas Attila, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt képviselőjeként Fenekes Roland és Pásztor Eszter, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjeként Vég Anna Mária dolgozik a közgyűlésben. Október 2-án megalakult a Fidesz frakciója, amelynek vezetője Molnár Tamás, vezető helyettese Östör Anna Mária. Az ülésen megalakult a Kétfarkú Kutyapárt frakciója, amelynek vezetője Pásztor Eszter lett, és megalakult a Fehérvárért közösen egyesület frakciója is, a vezető Fazakas Attila. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Székesfehérvár megyei jogú város. Székesfehérvár megyei jogú város. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. A közgyűlés képviselői letették esküjüket, és Cserpalkovics András polgármester is felesküdött arra, hogy továbbra is Székesfehérvárért tevékenykedik majd. Mint a polgármester székfoglaló beszédében elmondta, szükség lesz minden megfontoltságra, nehéz önkormányzati ciklus előtt áll a testület. Az alakuló ülés az mindig ünnepélyes és mindig megható az egyénnek mindenképpen. Én is így jöttem most ide be a terembe, és nagyon örülök annak, hogy megint kicsit példát mutatva az országos politikai közvéleménynek itt rendben és tényleg ünnepélyesen tudott a testület megalakulni, létrejönni és így elkezdeni a munkát, mert hogy nagyon komoly sok feladat van előttünk. Nyilván a világ folyamatosan alakul körülöttünk, ami hat Székesfehérvárra is, és meg kell próbálni ehhez igazodni, és amit ebből mi tudunk, azt meg mi igazítani hozzá, felkészülni és továbbra is stabilan biztonságban működtetni és folyamatosan fejleszteni Székesfehérvár. A polgármester hozzátette, fontos, hogy legyen stratégia, legyenek álmok, hosszú távú elképzelés is, hogy tudják, honnan, hova szeretnének eljutni. Ennek pedig van egy nagyon-nagyon szép közelgő kerek évfordulója, a 2038-as esztendő, hogy Szent István halálának ezredik évfordulójára fogunk emlékezni, és szeretnénk ezt egy nagyon szép emlékév keretében megünnepelni, úgyhogy ma a közgyűlés egyébként egyhangú döntéssel, tehát párthovatartozástól függetlenül elfogadta azt a nyilatkozatot, amiben kinyilvánítjuk ezt a szándékot, és azt is, hogy ezt egy nagy társadalmi párbeszéddel, közösen a fehérvári emberekkel, közösségekkel, egyházakkal, intézményekkel, vállalatokkal szeretnénk egyrészt megalapozni, utána pedig majd végigmenni ezen az úton. Jó szabályait megtartom, és másokkal is megtartom. Titkos szavazással egyhangulag megválasztották a képviselők az alpolgármestereket. Rót Péter alpolgármester a továbbiakban is általános helyettese marad a polgármesternek, és az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármestereként folytatja munkáját. Rót Péter a polgármester felkérésére a 2038-as Szent István emlékév kapcsán felmerülő teendőkben, különösen a stratégia alkotásban tölt be jelentős szerepet. Mészáros Attila alpolgármester is folytatja az előző ciklust, az elmúlt évek a humán területekért és a közlekedésért volt felelős. Lerner Zsolt elsősorban a gazdaság bizonyos területein, valamint a városi kulturális intézmények irányításában vett részt alpolgármesterként, az új ciklusban ezt a munkát folytatja majd. Az új ciklusban bővült az alpolgármesterek köre, a szolgálatát társadalmi megbízatásban végző városvezetővel. Horváth Miklós Csaba ugyan leköszönt Délöreghegy és Kisfalut képviselői posztjáról, de a polgármestertől felkérést kapott, hogy a civil szervezetekkel, a nyugdíjas közösségekkel, meghatározott sporthoz és jóléthez tartozó területekkel foglalkozzon. A közgyűlés tanácsnokokat választott a képviselők közül, és 4 szakbizottság alakult. Ezek a pénzügyi költségvetési jogi bizottság, a humán közszolgálati szakbizottság, a Stratégiai Fejlesztési Bizottság és a Város Üzemeltetési Szakbizottság.